Jó napot kívánok, hogy akkor szükséges elnézést lenne 5 cm távolságban, és hosszú erőteljes kiest fogok kérni az útra. Elég. Minden rendben, köszönöm szépen, további jó utat, viszontlátásra! A legtöbb európai országban 0,5%-os véralkohol szintben állapították meg az alkoholfogyasztás mértékét. Az ittas vezetés szabályai országonként eltérőek, aminek részben az az oka, hogy ezek a szabályok nem az uniós, hanem a nemzeti normaalkotás hatáskörébe tartoznak. A nyugati országok mintája elsőre csábítónak tűnik, de a magyar néplélek és ivókultúra valószínűleg még nem készült fel az ilyen változásokra. Dr. Zaher Gábor toxikológus főorvos a szabályok és a zéró tolerancia betartására hívja fel a figyelmet. Azt gondolom, hogy a szabályok azok a fontosak, leginkább a szabályoknak a betartása. Jelenleg a null tolerancia az, ami Magyarországon érvényben van, és én nagyon úgy gondolom, hogy ezen nem nagyon kellene érdemben változtatni, és ennek elég sokféle oka van. Részben az, hogy azért a magyar nem feltétlenül mindig szabálykövető. Ha megiszom egyet, akkor átöttönül lett semmi baj, megiszom még egyet. És akkor már esetleg a harmadikat is megissza, és az már viszont problémát okozhat. És ebből a szempontból nem lehet differenciálni ember és ember között. Ó, hát én meg tudom állni, én tényleg azután a pacal után csak egy fröccsöt fogok meginni, vagy egy sört fogok meginni, és utána fogok autóba ülni, de azért mondjuk ott sem mindegy, hogy mondjuk milyen sört iszik meg. Az autóvezetésre káros hatást gyakorol az alkoholfogyasztás. A szakember szerint sok magyar nem veszi figyelembe a saját korlátait, ha italozni kezd. Az országban nincs alkoholstratégia, rosszak a családi minták, és a megelőzésre sem fektetünk elég figyelmet, mint fogalmazott. Kitart azon álláspontja mellett, hogyha alkoholt fogyasztunk, ne üljünk volán mögé, mivel a szervezetünkre komoly befolyást gyakorol az elfogyasztott ital mennyisége. A reflexidő megnyúlása, a perifériás látásnak a romlása, a közlekedési helyzeteknek a felmérése, az sokkal kevésbé reálisan történik meg. Nem beszélve arról, hogy azért az alkohol, mint baromi a feszültségoldószer, az bátorságot ad. Már úgy értem a bátorságot, hogy akkor a sebességhatárok be nem tartása, a kanyarba való nagyobb sebességgel történő belemenés. És alapvetően ugye az ember sokszor szokta mondani, hogy a légszeget azért valahol védi az ő istené, és azért ezekben a balesetekben nem mindig ő szokta rövidebbet húzni, hanem általában a vétlen fél, aki mondjuk akár bele is halhat ebbe az egész dologba. Szóval én azt gondolom, hogy maradjunk már meg ennél a fránynál, null tolerancia, nem? Ami Magyarországon az alkoholfogyasztásra jellemző, nem ad okot az örömre. A legújabb kutatások szerint átlagosan körülbelül 17 liter 96%-os alkoholnak megfelelő mennyiséget fogyasztunk el évente, és ez csak az a mennyiség, ami után legális jövedéki adót fizetnek a fogyasztók. A szakember szavai szerint a helyzet elkeserítő, és amíg ez fennáll, addig kizárólag zéró toleranciáról beszélhetünk, mert be kell tartani a kontrollt, főleg, ha volán mögé ül az ember.